Az előző évi beszámoló elfogadása és az alapszabály módosítása szerepelt a Gyulavárosért baráti kör hétvégi közgyűlésének programján. A szervezetet még 2003-ban jegyezték be, és alapvetően a város felkérésére jött létre azzal a céllal, hogy a különböző területeken és településeken tevékenykedő gyulai emberek segítsék a fürdővárost, lobbizzanak érte. Bár a társaság tagjainak többsége ma már nyugdíjas, a közösség összetart, ápolják a kapcsolatokat. Látjuk, hogy ha megnézzük a tagságot, ugye például 93 éves Bandi bácsinkkal, hogy ugye ők réges-régen nyugdíjba mentek, illetve a társaságnak a nagy részén azt mondom, hogy 95%-a nyugdíjas, de ezek az emberek ugye gyulai kötődésűek, hiszen vagy itt születtek, itt jártak általános egy középiskolába, ugye csak az élet útjuk folytán elkerültek máshova, de minden évben szívesen hazajönnek, és itt vannak velünk. Varga Erzsébet megjegyezte, a szervezet budapesti tagozata összetartóbb, mint a gyulai. Éppen ezért azon vannak, hogy ezt a vonalat is megerősítsék. Igazából az a legnagyobb baj, ahogy el is mondtam itt a közgyűlésen, hogy a gyulai tagozat, vagy a gyulán élő emberek nem igazából járnak úgy össze, mint a pestiek. Pesten van egy nagyon jól működő kis társaság, az a 10-15 ember, akik minden hónapban összejönnek, különböző kulturális műsorokat hallgatnak, beszámolókat hallgatnak meg, és ez nagyon jól működik. Nálunk ezt sajnos még nem sikerült megvalósítani, de nem adjuk fel. Remélem, hogy jövőre vagy következőben már be tudunk arról számolni, hogy itt is kialakult valami kis kulturális élet. A szervezet vezetése úgy tervezi, minden hónapban kitalálnak majd olyan programokat, melyek vonzóak lesznek a gyulaiak és az elszármazottak számára. Az Egyesület nagy kihívás elé néz a fiatalítás terén, szeretnék megszólítani azokat az ifjakat, akik gyulai gyökerekkel bírnak, de máshol élnek.